Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek már a mai reggelen, és bízunk benne, hogy a nap folyamán még többen leszünk. Tavaly is nagyon sokan jöttek el, és ez már a 8. alkalom, amikor a Szív világnapján. Én azt mondom, hogy ünnepelünk, meg persze egy picit fölhívjuk a figyelmet saját egészségünkre. Így van, ahogy Sándor mondja, jó reggelt kívánok! Ez a 8. alkalom, és óriási öröm számunkra, hogy 8. alkalommal köszönhetjük Önöket, és köszönhetjük kiemelt vendégeinket, akik szinte évről évre megtisztelnek minket, mindig itt vannak velünk. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Csabai Lászlóné polgármesterasszonyt. Tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, és köszöntöm Önöket is, akik elfogadták a József András Kórház meghívását. Nagyon sokan futnak, kerékpároznak, sétálnak, ki mit tud magának megengedni az egészségügyi állapota alapján. Az, hogy milyen lesz az egészségünk, az két dologtól függ. Az egyik az rajtunk áll, a másik pedig az egészségügyön. Ezek után nagyon könnyű dolga lesz dr. Pikó Károlynak, a József András Oktató Kórház főigazgatójának elmondani saját gondolatait. Kérem, hogy tegye meg. Mi egészségügyet szeretnénk, nem betegségügyet, ami magában foglalja a korai felismerést, az egészséges életmódot. Tehát a kórház tulajdonképpen ezért a populációért felelős, ezért a népességért felelős, és minden olyan dolgot igyekszik megragadni, hogy ennek a lakosságnak az elszomorító statisztikák után javuljon az egészségi állapota. Tulajdonképpen ezért vannak a közös rendezvényeink. Mozogjunk együtt a szívünkért. Köszönöm szépen. Mi pedig folytatjuk, még pedig mozgással, hogyha már itt vagyunk így együtt, ilyen szépen. És itt van velünk Alexandra is, Béres Alexandra is. Köszönöm a meghívást, én most érkeztem Nyíregyházára, remélem, hogy ilyen jó kis mozgásgazdag élményekkel fogok majd visszatérni. A mai napon azért jöttem el, hogy egyrészt, hogy felhívjuk a figyelmet a mozgásra, és hogy milyen picike dolog az, amit tenni kell, és hogy mennyire könnyű, bár sokan nehéznek képzeli. Alexandra, róla nagyon sokat hallottunk az utóbbi időben, televízió műsorok kapcsán is folyamatosan népszerűsíted az egészséges életmódot, a mozgást. De hát egy hétköznapi ember számára persze szép és vonzó, amit te mondasz, nekünk meg rengeteg kifogásunk van már, mint a magamféle embereknek, hogy erre aztán nincs idő. Hát először is kezdjük néhány adattal. Magyarországon minden második embernek van valamilyen szív- és érrendszeri problémája. Második, minden második. Szerintem ez egy olyan hihetetlenül nagy adat, hogy ezen már érdemes elgondolkodunk, és teljes mértékben megelőzhető lenne a probléma. Másik része pedig a mozgás, az örömöt ad valójában. Tehát egyrészt felszabadulnak energiák, állandóan ilyen kis örök saját farkába harapó kígyó ez, mert azt gondoljuk, hogy nincsen erőnk ahhoz, hogy elmenjünk sportolni. Oly sokszor hallom azt, hogy már este hazaérek, már annyira fáradt vagyok, egyszerűen nincsen rá erőm. És pedig pont a mozgástól lesz utána több energiánk a munkához, a napi élethez, a gyerekeinkhez több türelmünk lesz. Mégis úgy gondolom, hogy én nem hittérítő vagyok, tehát el kell, hogy jusson mindenki odáig, hogy valóban ezt szeretné. Én nem tudom valakire rábeszélni, hogy tegye meg, mert a változáshoz változtatni kell, az pedig nehéz. Tehát ez bennünk kell, hogy megfogalmazódjon, és akkor történhet meg valójában valami. Hát ez a bizonyos egy mondat annak idején az esti tornában mindenféleképpen elhangzott, a karosszékből álljanak most fel. Egy kicsi mozgás mindenkinek kell, a karosszékből álljanak most fel. Ez a kis tornán néhány percet áll, betegség félni senkinek sem áll. Egy egészséges életmódot népszerűsítő napon mit keres a Mediból? Alapvetően az egészségről szól minden egyes megmozdulásunk. Az egészség az több ponton nyomon követhető, van egy fizikális állapotunk, egy mentális, egy érzésekhez köthető állapotunk, és ezeket rendezi és harmonizálja Mediból a mozgásai során. Ez mindenkinek ajánlható, korra, nemre való tekintet nélkül? A mi iskolánkban pillanatilag 6 éves kortól 65 éves a legidősebb hölgy, aki játsza és gyakorolja, igen. A fahanás az egy olyan típus orlatgyakorlat a kínai harcművészeteknek, amivel elméletileg minden belső energiával foglalkozó rendszer dolgozik. Alapja a csontrendszernek a megismerése. Én tolom a kezedet a mellkas felé. Még? Ne enged. Úgy van gondi. Vállakat a helyére. Úgy, engedd le a könyököt kicsit, a vállakat lengy. Gravitáció ellen nem teszünk semmit, érdevezetek.
tart meg erősen. Teljesen más az egész. Ha a vállam felemelkedik egy picit, csak egy korsok. Annyit ne segíts. Tarts. Akkor elmen minden. Ezért a csont az alapja és az izületeknek az összekapcsolódása. És plusz a figyelem. Amennyiben megnézzük egy helyes pozíciót, ez már nem rossz, de ma használja a nyakát is. Egy gumiszalag legyen, tehát nekem meg szem kell ehhez. Amikor ő tartja ezt, és egy gumiszalagot hoz létre, hogy megbeszéltük, akkor innentől kezdve a dolog már ilyen. És azért akartam, hogy nem közülünk valaki, ez nem nehéz. Csak meg kell érteni a működésnek az alapját. Tehát mi nem izom vagyunk, csont vagyunk, és így tovább egy rendszert itt kell felfogni, mi lélegzünk azért, hogy élhessünk. Hozzunk azért, hogy élhessünk. Ez a kis torna, ugye jól esett? Mindenki frissebb, mi a valam lett?